Scheffler János 1942-től volt a Szatmári Egyházmegye püspöke. Életútját végig kísérte a szociális érzékenység, az elnyomottak és üldözöttek védelmezőjeként tartják számon. 16. Benedek pápa 2010. július 1-én hagyta jóvá a boldogávatási dekrétumot. Ez az első lépés ahhoz, hogy valakit szentté avasson a Római Katolikus Egyház. A folyamatot meggyorsította, hogy a püspök vértanú halált halt. Valaki, aki a hitét komolyan vette és példaként elénk élte, ez a mindennapi életben egy valóság. Éppen ezért a hívek számára megfogható. És ezért tartjuk fontosnak, illetve azon túl, hogy valóban a szentek sorába iktatódik, égi közben járót kap ezáltal az egyházmenye. Szembeszegült a kommunista rezsimmel, mert a katolikus egyházat el akarták szakítani a pápától, ezért bebörtönözték. Itt is halt vértanú halált 1952-ben a zsilávai fogdában. Egy jeltelen sírba temették, de a börtön ortodox lelkésze megjegyezte, hová helyezték földi maradványait, így sikerült Galambos Ferenc akkori segédlelkésznek egy bőröntben hazamenekítenie Scheffler János csontjait. A székesegyház kriptájából ezeket egy emlékhelyre helyezték el, amelyet június 24-én pénteken szentelnek meg és tárják közszemlére. A székesegyházban egy emlékszobát is berendeznek a püspök személyes tárgyaiból. Cellában Scheffler püspök úrnak a személyes ruhái, amivel bement a börtönbe, és amit állítólag a bebörtönzés alatt nem is tarthatott magánál, viszont amit elküldtek halálra. A boldogávatási ünnepség előkészületei már több mint egy éve elkezdődtek. Ennek fontos része volt, hogy megismertessék Scheffler püspök életét a hívekkel. Életútjáról szóló könyveket adtak ki, filmet készítettek. A Szatmárnémeti főterén székesegyház előtt lesz felállítva az a szabadtéri oltár, amely előtt majd összegyűl egy 20 000-es tömeg, tehát kb. 20 000 embert várunk Szatmárnémeti központjába. Ezen kívül jönnek neves egyházi személyiségek, így Angelo Amato, a szentiavatási ügyek kongregációjának prefektusa Vatikánból. Ez lesz a harmadik boldogávatás Románia területén. Szent László és Bogdánfi Szilárd után július 3-án Scheffler Jánost is boldogávatják Szatmárnémetiben.